Mindenképp azzal kezdeném, hogy pozitív élményeket értünk haza Pécsről, remélem ebből tudunk majd táplálkozni, és plusz motivációt nyerni az elkövetkezendő meccseinkre. Úgy gondolom, hogy hazai pályán nem lett más célunk, mint hogy nyerjünk a Dávid Kornél csapata ellen. Nem lesz egyszerű, mivel sérülések és betegségek is sújtják a csapatot, de én bízom bennük, úgyhogy ezen a hátralévő két edzésen, hétfő-kedden még próbáljuk csiszolni az alapszabályainkat és úgy belemenni a szerdai mérkőzésbe. A vasárnapi mérkőzés úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb lesz. Idegenbe utazunk a Szegedhez, idén még nem találkoztunk velük, a főtábla felsőházából érkeznek. Szerintem az lesz a kulcs, ha ugyanaz az intenzitással játszunk, mint amit ahogy tettük az EIB ellen, akkor úgy gondolom, hogy nem lehet problémánk. Novemberben otthon nem játszottam messze, és nagyon jó volt újra a pályára lépni. Én nagyon jól érzeztem magam, és szerintem a Zadar és Skopje nagyon jó csapat voltak.